Az ókori görög világ második jelentős korszaka Magedon nagy Sándor uralkodása és birodalma. A makedónok Észak-Görögországban élő görögökkel rokon nép, akik a helyi trákokkal keveredve egy sajátos nyelvjárást alakítottak ki. Uralkodóik a mitológiai Héraklésztől származtatták családjukat. A görög falanx továbbfejlesztett változata Makedóniában alakult ki, ez a makedón falanx. Ebben a harcrendben a katonák 2-3 méteres láncsa helyett 6 méteres láncsákkal voltak felszerelve. Itt látható egy klasszikus görög hoplita. Ezeken a képeken pedig a makedón falanx látható harc közben igazi, hatalmas, mozgó sündisznóként kell őket elképzelni. A görög-perzsa háborúk után a görög városok egymás ellen fordultak. Athén és Spárta között bontakozott ki egy nagy háború, melyben hol Athén, hol Spárta kerekedett felül. Végül Spárta nyerte meg ezt a háborút, de olyan nagy árat fizetett a győzelemért, hogy egy következő háborúban egy kisebb görög város Spártát is legyőzte. Ez a görög városok közötti vetélkedés vezetett ahhoz, hogy az északi görög királyság Makedónia fel tudott emelkedni, és át tudta venni a hatalmat az egész Balkán-félsziget fölött. A makedón királyság legjelentősebb vezetője II. Filipposz király volt, aki a görög városok legyőzése után létrehozta a Korinthoszi szövetséget. II. Filipposz sírja szinte teljes épségben fennmaradt, így maradványai alapján rekonstruálni lehet, hogy hogyan nézett ki. Ez a király nagyon sok harci sebet szerzett életében. Sírjában teljes fegyverzetét is megtalálták, csontjait egy aranyozott faláda őrzi. Fia, III. Alexandros, Nagy Sándor néven vált híressé. Krisztus előtt 336-ban kezdett uralkodni, nem sokkal azután, hogy a Korinthoszi Szövetség élére választott apját meggyilkolták. Alexandros célja, életének legfőbb terve, Perzsia legyőzése, és ezért uralkodásának kezdetén Krisztus előtt 334-ben megindította a nagy hadjáratát Kis-Ázsiába, III. Dareios perzsa nagy király ellen. Az ókori leírások, szobrok, festmények, mozaikok alapján elég jól lehet rekonstruálni Nagy Sándor kinézetét és harci ruházatát. Híres fekete lofán a Bukefalloszon láthatjuk, teljes harci díszben, bíbor ruhában, bíbor palástban. Nagy Sándor uralkodásához nagyon sok anekdota, történet kapcsolódik, ilyen például a gordioszi csomó megoldása, azaz elég katonás kioldása, mely csomóhoz az a legenda kapcsolódott, hogy aki ezt feloldja, az lesz Ázsia ura. Alexandros nem bíbelődött a csomózással, előkapta kardját és szétvágta a csomót. Egy másik történet szerint a Duna melletti hadjárat közben kelta vezérekkel találkozott. A nagyuralkodó úgy gondolta, mindenki fél tőle, ezért megkérdezte a keltákat, mitől félnek a legjobban. Úgy gondolta, hogy majd őt fogják megnevezni. De meglepetésére ez a makacs, nyakas népvezetői azt mondták, semmitől nem félnek, talán csak attól, hogy fejükre szakad az ég. Nagy Sándor, mint hódító vonult be a világtörténelembe. A gordiuszi csomó feloldása után megvívta első győztes csatáját a perzsákkal, mely csatából Dareios elmenekült, viszont családját foglyul ejtették. Ezután Palesztina, Fönícia meghódításával délfelé vette az útját, majd Egyiptomba érkezve Egyiptomot szabadította fel a perzsa uralom alól,
melynek hálájaként az egyiptomi papok fáraóvá nyilvánították. Ezután Perzsia ellen fordult, és Gaugamélánál hatalmas győzelmet aratott a többszörös túlerőben lévő perzsa hadsereg fölött, mely csatából Dareiosz ismét elmenekült. Egyik udvari embere ölte meg menekülés közben. Utolsó hadjárata Indiába vezetett, egészen az Indus folyóig juttatta el hadseregét. Uralkodásának csúcsán találkozott a korszak egyik híres filozófusával, a hordólakó Diogenésszel. Alexandrosz megkérte a szegény filozófust: kér tőlem, amit akarsz. Diogenész csak annyit mond: lép félre, ne takard el előlem a napot. Ezután mondta nagy Sándor: ha nem Alexandrosz lennék, Diogenész szeretnék lenni. Uralkodásának csúcsán birodalma nagyobb volt, mint nagy Dareiosz birodalma, hiszen a Balkán-félszigettől Egyiptomon keresztül Indiáig ért a makedón birodalom. A Gaugamélai csata híres ábrázolása egy Pompeiben előkerült mozaik. Ezen a mozaikon látható Nagy Sándor hitelesnek tekinthető arcképe. A mozaik alapján rekonstruálni lehet azt a festményt, ami a mozaik eredetie volt. Ezen Nagy Sándor híres lován, a Bukefalloszon támadja a menekülő harmadik Dareioszt. Indiánál a csatában találkoztak először a görögök és a makedónok harci elefántokkal, de egy ügyes harci csellel sikerült ártalmatlanná tenni az elefántokat, amelyek megrémülve saját hadseregük ellen fordultak, így az indiaiak elveszítették a csatát. Indiából a hadsereg szárazföldön és hajón tért vissza Perzsiában, és a perzsa öbölve visszatérő görög hajósok útjuk közben az indiai óceánon találkoztak először bálnákkal, melyeket óriási tengely szörnyeknek írtak le. Nagy Sándor viszonylag fiatalon, 13 év uralkodás után hunyt el. Mivel utódja nem volt, fia még kiskorú volt, ezért hadvezérei felosztották egymás között a birodalmat, és ezek az utódállamok őrizték tovább Nagy Sándor örökségét. Ezen hadvezérek aztán egymásnak estek, legtovább az egyiptomi makedón királyok, a fáraók uralkodtak egészen a római hódításig. Az uralkodó család idegen szóval dinasztia. A leghíresebb dinasztia az Egyiptomot irányító Ptolemaiosz dinasztia volt, amely dinasztiának utolsó tagja 7. Kleopátra királynő. Egyiptom fővárosa, Alexandria, nem csak nagy kikötő, hanem az ókor kulturális központja is lett. Itt volt a híres Museion, ahol az ókor legnagyobb könyvtára jött létre közel 500 000 kötettel, és minden valamire való tudós, író megfordult itt. A Ptolemaiosz dinasztia alapítóját és utolsó uralkodóját láthatjuk, Claudius Ptolemaioszt és 7. Kleopátrát. Kleopátra a filmek segítségével egy sajátos arcképet alakított ki, viszont a szobrok, festmények alapján rekonstruálni tudjuk Kleopátra igazi arcát. Nagy Sándor birodalmában a görög kultúra keveredett a helyi kultúrákkal, és létrejött a hellenisztikus világ. Ennek a birodalomnak a területén hatalmas épületek, szobrok álltak, melyek közül hetet az ókori világ 7 csodájának tekintünk,
és e hét csoda közül öt görög művészek és szobrászok alkotásai. Ezekkel fogunk megismerkedni a következő alkalommal.